Mikorra várható a Modern Magyar Falvak program közzététele címmel? Az LMP képviselő csoportjából Hon Krisztina képviselőasszony jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon képviselőasszony, öné a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt ház! Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlési választások előtt levélben kereste meg a kistelepülési polgármestereket, melyben tájékoztatta őket a Modern Falvak, vagy azóta Magyar Falvaknak átnevezett programról. A program fő célja a kistelepülések megerősítése és lakóik megtartása, mert Magyarország kormánya számára különösen fontosak az apró falvak és kistelepülések. Olvasható a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által a folyamatok meggyorsítása érdekében szakértők, önkormányzati szövetségek, szervezetek bevonásával létrehozott munkacsoport anyagában, mely elérhető mindenki számára az interneten. Remélem, hogy az ott leírtak alapját képezik majd ennek a programnak. A kormány.hu portálon ezzel kapcsolatban ez év júliusában született az utolsó bejegyzés. Hazánk legnagyobb térség- és vidékfejlesztési projektje lehet a Modern Falvak és Kisvárosok program, amelynek alapkoncepciója várhatóan az év végéig a kormány elé kerül, és amelynek elkészítését széles szakmai konzultáció előzi meg, idéztem. Több kistelepülési polgármester kért meg arra, hogy kérdezzem meg az illetékeseket, hogy a program ebben az évben a tisztelt ház elé kerül-e majd, valamint aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy vajon a kisvárosok elviszik-e előlük a forrásokat. Tény, hogy ez a program úgy kell a magyar falvaknak, mint egy falatkenyér, hiszen 2014 óta a Leader program volt talán az egyetlen, amelyik igazán a kisfalvaknak szóló lehetőségeket nyújtott, de sajnos a rendelkezésre álló forrás, ami a Leader programokat illeti, meglehetősen csekély. Bizonyára sokan ismerik önök közül az úgynevezett területi operatív programokat, amelyet egy volt polgármester társam STOP-nak nevezett át, TOP helyett. Nos, ennek a programnak olyan magas szintű városi rejtése van, hogy a kistelepülések, és itt leginkább az 500 fő alatti településekre gondolok, melyeknek száma több mint 1000, labdába se rúgnak, hiszen képtelenek megfelelni a feltételeknek. Pedig amikor zajlottak az egyeztető tárgyalások, és a megyei önkormányzat egyik termében az országgyűlési képviselőinkkel együtt vitathattuk meg az elképzeléseinket, nagy reménnyel vártuk, hogy a rengeteg igényből majd melyek tudnak megvalósulni. Nos, tisztelt képviselőtársaim, azért sok polgármester csalódott volt. Fontos kérdés, hogy vajon a program kidolgozása és majdani végrehajtása során szeretnének-e olyan bevált módszereket alkalmazni, mint annak idején a decentralizált támogatási formák. Ugye ezek voltak a TRFC, TEKI, LEKI, TEUT, CEDE. Ezek a formák azért voltak jók, mert a polgármesterek is beleszólhattak abba, hogy mire lenne legnagyobb szüksége a településeiknek. El kell ismerni, hogy különösen falvakban a polgármester az, aki legjobban látja, tudja, érti, hogy mire van szüksége a településének. Ezekből a forrásokból minden város és falu, még a legkisebb is részesülhetett. Komoly segítséget jelentett, különösen az apró falvaknak. Tudomásul kell vennünk, hogy Magyarországon a falvak fejlesztési igényei a városokkal szemben sokkal terület és település specifikusabbak, és rendkívül nehéz általánosítani. Hiszen nem mindegy, hogy milyenek a közlekedés földrajzi lehetőségei, a lakosság összetétele. Sok olyan település van, ahová csak ritkán jár be busz, nincs helyben bolt, vagy előregedett a lakosság, esetleg több a mély szegénységben élő, illetve nem kiépítettek teljesen a közművek. A vidék tehát segítségért kiállt. Erre lehet megoldás a Modern vagy Magyar Falvak program. De sok kérdés merül még fel. Például, hogyha hazai forrásból tervezik megvalósítani, akkor vajon mikor tudnak ezzel számolni a falvak, hiszen a jövő évi költségvetés nem tartalmaz forrásokat, melyeket erre lehetne költeni. Mekkora az a fejlesztési forrásösszeg, és mennyi idő alatt lehet majd ezeket lehívni? Milyen apparátusban gondolkodnak? Mert ugye erre is szükség lesz. Bizonyára önök is tudják, hogy van már a településekhez legközelebb álló fejlesztési intézményrendszer, mely alkalmas lenne a teljes menedzserésre, hiszen minden adott. A tapasztalat, a bizalom, a helyismeret és a szakértelem. Ezek a helyi líder szervezetek. Csak önkormányzati fejlesztésekben gondolkodnak, vagy civil elképzelések megvalósításában, illetve vállalkozás fejlesztésben is.
Végezetül hol tart a modern, illetve magyar falvak program kidolgozása? Várom megtisztelő válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. A választ Tuzson Bence államtitkár úrtól fogjuk hallani.